Mezőszilas az észak-déli irányban húzódó bozót patak völgyében épült. A házak többsége a patak váltakozó felszínű nyugati partján található. A község területén a legrégibb idők óta élnek emberek. Alsóbogárt pusztán őskori földvárnyomait tárták fel, és kelta sírok is kerültek elő a Józanhegy lábánál. A kelták után a rómaiak következtek, akik a 4. századig tartották uralmuk alatt a területet, ezt követően pedig, az avarkorban, a térség fejedelmi központ lehetett. De uralkodott itt erdélyi vajda is, és természetesen a török uralmat sem sikerült elkerülni a falu akkori lakóinak. Mezőszilas életét nagyjából mindig a mezőgazdaság és az állattenyésztés határozta meg, mégpedig láthatóan pozitívan, hiszen az 1800-as évek elejére kifejezetten jómódú falunak számított. A jómódú lakosság társadalmi-kulturális életének központja az 1830-as évektől kezdve a kaszinó volt, itt működött ugyanis az ország első vidéki kaszinója. Az intézmény a szórakozási igényeken kívül a művelődést is szolgálta, 1841-ben például Petőfi Sándor is fellépett itt, még vándorszínész korában. A község a honvédelemből is kivette a részét. Nemzetőrsége 1848. október 8-án az Ozorai csatában rottábornok horvát hadseregének bekerítésében szerzett érdemeket. Mezőszilason járva mindenképpen érdemes felkeresni az 1794 és 1797 között épült barokk református templomot, a historizáló neoromán Szent Mihály főangyal plébánia templom 1934 és 1937 között országos közalakozásból emelt épületét, valamint a Kenesei Lorsi Salamon Strommer kastélyt. A főútvonalában álló, romantikus, historizáló épület 1860 körül épült. A kastélyt a Kenesei család, Fejér és Veszprém vármegyék egyik legtekintélyesebb középnemesi familiája emeltette. Az elnevezésben szereplő többi név pedig a későbbi tulajdonosokra utal, egészen az államosításig. Ha pedig már kastélyokat látogatunk, a Szabó Droppa kastély 1900 körül épült, elődjét a dercsikai huszár család emeltette 1800 körül, valószínűleg klasszicista stílusban. 1912-ben teljesen átépítették szecessziós stílusra, ami a magyar vidéki kastélyépítészetben nem volt gyakori. Az erősen leromlott állapotú épületet 1970-ben teljesen helyreállították, napjainkban üresen áll. Mezőszilas ma is él és virul. Határában termékeny szántóföldek és természetes vizek között ősgyepek, rétek, mocsarak húzódnak meg, melyek rejtekében gazdag vadállomány talál élőhelyet. A környéket a lovasturizmus, a horgászat, a vadászat lehetőségei mellett ízletes gyümölcsei, zamatos bora és vendégszerető lakói teszik vonzóvá. A videó az Eko Innovációs Műhely megbízásából az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával készült.